Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok, Dudás Lajos vagyok. Én pedig Kánai Zoli vagyok. És a kocka el van vetve mai epizódjában az öt legnagyobb meglepetést okozó játékunkat szeretnénk nektek bemutatni. Mit is jelent ez az öt legnagyobb meglepetés? Zolival megbeszéltük, hogy összeálltunk egy olyan listát, amire olyan játékokat teszünk fel, amiről tudtunk dolgokat, megszereztük, beszereztük, kipróbáltuk, és ahhoz képest, hogy tudtunk róla dolgokat, mégis számítottunk bizonyos dolgokra a játékkal kapcsolatban, a játék pozitív vagy negatív irányban mégis tudott meglepetést okozni nekünk. Zoli, te egész pontosan mi alapján szedted össze ezt az öt játékot? Amikor én ezt a listát összeállítottam magamban, vagy ha próbáltam összerakni azokat a játékokat, amik erre a listára felkerülhetnek, két dolog járt a fejembe. Az egyik az, hogy alapvetően ez egy rendkívül szubjektív dolog, hiszen az, hogy valaki számára egy játék pozitív vagy negatív csalódást okoz, ez egyáltalán nem jelent semmit arra nézve, hogy egy másik játékosnál ugyanez a játék teljesen más irányba lenghet ki, hogy úgy mondjam. Másrészt pedig bizonyos értelemben szerintem minden játék valamilyen szinten pozitív vagy negatív csalódást okoz abban az értelemben, hogy van egy elvárásod, de nagyon ritkán hozza a játék pont azt, vagy egy kicsit jobb, vagy egy kicsit rosszabb. Tehát valahol a zéró szintet nehéz belőni, tehát ennyi erővel tulajdonképpen bármi is fölkerülhetne erre a listára. Én olyan játékokat próbáltam összerakni magamba, amit így visszagondolok az elmúlt évek társasozásaira, és hogy amikor az a szó felremlik bennem, hogy csalódás, akkor hogy megszól, hogy igen, volt ez a játék, ezért vagy azért, ebbe vagy abba az irányba nagyon kilengett, és úgy évek után is bennem marad, és előjön, hogy tényleg ez egy érdekes hát, epizódja volt az életemnek, társasjátékos életemnek. Ez nagyon érdekes, hogy nálam pont fordítva van, tehát nekem nagyon kevés meglepetés van. Játékokat mutatok be nektek, amíg egy játék eljut odáig, hogy bemutassam nektek, nekem nagyon sok mindent meg kell tudni egy játékról, a szabálykönyvet elolvasni, videókat megnézni róla, tehát nekem nagyon nehéz egy játéknak meglepetést okozni, de ennek ellenére vannak olyanok, amiknek sikerül, és a legtöbb esetben ezek olyan játékok, amik nem kerülnek át ezen a szűrőn, tehát nem én választom ki abból a célból, hogy majd bemutatom nektek, mondjuk nem reklám, Zoliék küldik, vagy kölcsön kapjuk itt püspökladányba ismerősöktől, tehát bármilyen, egyszer csak bejön az ajtón a játék, anélkül, hogy én ugye előtte-utána néztem volna, hogy milyen családból származik, és tisztességesek a szándékai, tehát engem nehéz, nagyon nehéz meglepni, mert nekem muszáj utána nézni minden játéknak, de ennek ellenére vannak olyan játékok, amiknek sikerül. És nem akarok nagyon spoilerezni, de mindjárt el is kezdjük a listát. De érdekes módon ebbe az öt játékba egyetlen egy olyan játék se került be, ami így a küszöb alatt kúszott be. Öt olyan játék került be, amit vártam, terveztem, utána néztem, tudtam, tökéletesen tudtam, hát mindent tudok, tökéletesen. És ehhez képest baromira nagyon meg tudtak lepni. Van olyan játék az öt játékon kívül, Zoli, amit szeretném megemlíteni, mint futottak még kategória? Nem. Nekem egy lenne, mert hogy ugye értem szerint nem öt játékot szedtem össze, hanem többet, szépen szokás szerint a PubMeeple-el sorba raktam őket, és az első ötben nekem mind az öt, ez viszont már egy kis spoiler, pozitív csalódás. Viszont a tizedik helyen lett volna egy játék, ami negatív csalódás, és ezt a tizedik helyen lévő játékot szeretném megemlíteni, hogy néz ki nálam egy játék, amiben negatívan csalódok, és ez az U-Boat. Annak idején azt hiszem 2019-ben láttam eszembe, nagyon tetszett, gyönyörű szép volt, az összerakható, azt hiszem 7-es típusú második világháború Kriegsmarine tengeralattjáróval, a küldetésekkel, és amikor aztán kipróbáltam a játékot, rájöttem, hogy ennek a játéknak semmi értelme, tehát nem lehet volna szabad megcsinálni, mert nagyjából mindent a tableten csinálunk, tehát
akkor az ember leül a számítógépen és játszik egy számítógépes tengeralattjáró szimulátorral, és nagyon, nagyon nagy csalódás volt ahhoz képest, hogy nagyon vártam a játékot. De ez a tizedik lett volna, és csak azért említettem meg, hogy hogy néz ki nálam egy negatív csalódás. Zoli, szerintem kezdjünk a te ötödik helyzeteddel. Az első, vagy ötödik helyzet, az első listám, az ötödik a listám, mindegy, szóval attól függ, onnan nézzük, nálam egy negatív csalódás, ez pedig a Dwellings of Eldervale című játék, amivel a Kickstarteres ilyen közös rendelős csoportban is már foglalkoztam, ez még a legelső játékok egyike volt talán a második, vagy a harmadik ilyen KS rendelés, amit ilyen közösben szerveztem, és hát abban az időben még nagyon kevés ember ismert engem, erre játékra annak idején talán 8-an jöttünk össze, nagyon fura annak tükrében, hogy aztán később mekkora hype lett ebből a játékból. Aztán megjött a játék, kipróbáltam, nagyon színes, szagos, gyönyörű, rengeteg komponenssel, nagyon sok mindent lehet benne csinálni, nagyon sok ötlet van benne, szörnyeket kaszabolni, erre menni, arra menni, nagyon sok mindenből lehet pontot szerezni. Ami miatt nekem mégis csalódás volt a játékból, és elég gyorsan el is adtam, az, hogy a winning formula, tehát amivel te meg tudod nyerni a játékot, az egy konkrét dolog, hogyha egy bizonyos, azonos színű falut gyűjtesz, és azonos színű ilyen színes, már nem emlékszem mi volt annak a neve, győzelmi pontokat gyűjtesz hozzá, hogyha erre mész rá, biztosan megnyered a játékot, hogyha ezt kihagyod, biztosan elbukod a játékot. Tehát, hogy annyi mindent lehet benne csinálni, viszont valahol mégis kiegyensúlyozatlan a pontozása, és ha nyerni akarsz, akkor csak egyfele mehetsz, hiába lehet kicsit ilyen sandbox jelleggel több mindent is csinálni a játékban. Ha nem arra mész, akkor nem fogod megnyerni, ha arra mész, meg fogod nyerni, és nekem összességében emiatt végül is a játék elég hamar eladósorba került, igazából nem is bánom, és nagyon kíváncsi vagyok amúgy, hogy van a kiadónak egy új játék, az Andromeda Edge, ami hamarosan érkezik, és állítólag ez egy ilyen felturbózott Dwellings of Eldervale, bár skifi témában, tehát egy más témában, de nagyon hasonló mechanikát csináltak, és az ígéret szerint minden régi úgymond hibájukat kijavították, és csináltak bele egy nagyon-nagyon jó játékot, hát nagyon kíváncsi leszek majd, hogy mit fognak tudni letenni az asztalra. Az én ötödik helyezettem egy olyan játék, és ez amúgy mind az öt játékra igaz lesz, hogy alapjában jövő az alapjátékok is kiváltották belőlem ezt a csalódást, de mind az öt játéknál még erősítette ezt a pozitív csalódást az összes kiegészítő, tehát az én listámon mind az öt olyan játék lesz, amihez kiegészítők vannak, több kiegészítő is. Az első játék egy nagyon egyszerű mezei munkáshelyezős játék. Mi abban a poén, mi ebben a meglepetés? Lerakhatjuk a munkásainkat, de ezen kívül, ha lerakunk egy helyre egy munkásunkat, akkor színes kockákat szedhetünk vissza, és ezeket a színes kockákat is felhasználhatjuk utána úgy, mint a munkásokat, és nem ez, ami iszonyatosan meglepett a Village-ben, hanem hogy abban, hogy generációkat adnak a munkásoknak, egyszerűen messze felülemelkedik számomra a Village egy sima mezei munkás elhelyezős játékon. Elnézést. Tényleg egy olyan játék, amiből nincs még egy a világon, és ugye a kiegészítők rá is erősítenek erre, de egy nagyon egyszerű ötlettel megtervezni biztos nem volt annyira egyszerű, tehát le a kalappal a tervezők. De ebben a két ötlettel, hogy a színes kockát visszaszedem, és utána beválthatom, de ugye ott van ott pestis kocka is, tehát negatív hatása is lehet, és hogy generációi vannak a munkásoknak, tehát szerintem olyan szinten kiemeli, és messze nem, tehát ha most megkérdeznétek hirtelen, hogy kik a Village szerzői, nem biztos, hogy 100%-osan meg tudnám, de talán Markus és Inka Brandt, de Uwe Rosenberg nevét tudom, és ő a kedvenc, és ehhez képest szerintem minden, nekem szubjektíven mindent lemos a pályáról a Village, ebben az ötlettel, hogy a színes kockákat szedjük és be tudjuk váltani, és hogy generációi vannak a munkásoknak. Szerintem egyszerűen egy zseniális, és tudtam, készültem, én vettem meg, mindent tudtam a játékról, de ezt mikor az ember kipróbálja először élesbe, én abszolút eldobtam az agyam, és nekem a mai napig, mikor azt mondom, hogy hát ez a játék nem tökéletes, ha bemutatok egy játékot, akkor ugye szoktam emlegetni, hát nem egy Firefly, nem egy Twilight Imperium, nem egy Village. Tehát
Szerintem, szerintem egy zseniális húzás, és engem meg tudott lenni annak ellenére, hogy úgy éreztem, hogy pontosan tudom, hogy mit veszek meg, amikor megveszem a Village-t, és abszolút, abszolút semmi nem készített fel arra az élményre, hogy, hogy ez a két változás egy teljesen más játékot hoz létre. Negyedik. A negyedik helyzetem egy nagyon régi játék, nevezetesen a Castle of Burgundy. Hát, szerintem több mint 20 éve már, hogy kapcsolatba kerültem ezzel a játékot, konkrétan akkor vettem meg, amikor Magyarországon elérhetővé vált. Most nem emlékszem fejből, hogy mikor jelent meg ez a játék, de ilyen nagyjából 20 éve ezelőtt. Abban az időben nagyon sokat jártunk le sógoromékhoz karácsonyozni, Nyíregyháza mellett laknak, és hát mindig társasjátékot kaptak karácsonyra tőlünk. Abban az évben nem ezt a játékot kapták tőlünk, nem emlékszem már mit vittünk le, viszont miután pont pár nappal az utazás előtt megvettem a Castle of Burgundy-t, amiről tudtam, hogy valami jó játék lesz, de nem próbáltam még ki, hát a hónom alá tettem, hogy akkor menjünk és próbáljuk ki. Leültünk, játszottunk egy kört, rettenetesen tetszett, nekem is, sógoromnak is, meg hát ugye négyen játszottunk, sógornő meg a feleségem. Mindenkinek nagyon tetszett a játék, mondta is a sógorom, hogy hát ilyet mindenképpen szerezzek be neki, megyek vissza Pestre, vegyem meg, küldjem le, mert ez kell. Jó, leültünk még egy körre, játszottunk még egyet, még jobban tetszett mindenkinek, azt mondta a sógorom, hogy tudod mit? Ezt a játékot te most itt fogod nekem hagyni. Majd veszel magadnak. Fölmész Pestre, és veszel magadnak egy másikat ebből a játékból. Ez tényleg így volt, tehát kicsavartak ezenből a frissen kibontott két kört játszott Castle of Burgundy játékot. Vehettem magamnak egy másikat Pesten. Szóval így indult a karrierje ennek a játéknak nálunk egy ilyen nagyjából 20 év ezelőtt. Én mai napig nagyon szeretem ezt a játékot, ugye ebben nyilván sokat segített a jubileumi kiadás, nem a Övékenyre Jüncers verzióra gondolok, hanem az egyik korábbi, amiben az benne a voltak a... Az szép burgundi színű a doboz, ugye? Igen. A korábbi olyan kiegészítő is a játéknak, amiről nem is hallottam egyébként az elmúlt időszakban, és aztán persze jött az Övékenyre Jüncers színes szagos mindent is tudó változat a játéknak. Ezt azt emelném még ki erről a játékról, nagyon szoktam mondogatni sokszor, hogy vannak játékok, aminek a mechanikáját más és más játékok váltják ki. Kezdtem, mit tudom én, a Hét csodával, de most már a Among the Stars vagy a legjobb, vagy a... Tehát nagyon sok játékban volt ilyen generációváltás ott, hogy kezdted valamivel. Na, most a Burgundival az van nekem, hogy ezt nem váltja le semmit. Tehát én nem találtam még olyan játékot, ami ebben a típusban, vagy ebben a fajtában leváltotta volna, és azt mondta volna, az olyasmi, mint a Burgundy, csak jobb, és most már ezt játszok a Burgundy helyett. Valahogy hiába telt el közel 20 év, nekem ez még mindig a szívem egyik csücske. Az én negyedik helyzetem egy olyan játék, amire szerintem te is emlékezni fogsz, mert 2021 vagy 22-ben, amikor ti kint voltatok eszembe, én kétségbe esetten körbe telefonáltam mindenki titeket, a gamevizeseket, a dolgok, nagyon aki kidolt, hogy hozzatok nekem az autóbánból. Én az autóbánnak utána néztem, megmondom, ez idén bennem volt egy nagy adag impulzus, nem vagyok egy fiatal ember, mikor meghallottam az autóbánnak a címét egyáltalán, akkor nekem egyből a Kraftwerk megszólalt a fülemben. Két olasz szerző, aztán rájöttem, hogy ezeket a neveket ismerem. Megnéztem, Jócsi kirölgött, hogy te mindig a lehető legunalmasabb téma, tehát autópálya építő, tehát hogy lehet ilyen hülyeségek, ilyen témákat szeretni. Ide jött a játék, tud mindent, itt is megvolt az önbizalom, mindent tudok róla, mindenre fel vagyok készülve. Egy dologra nem voltam felkészülve, hogy ez egy olyan szinten sandbox típusú játék, amiben tényleg azt csinálsz, amit akarsz, hogy csak na. Te döntheted el, hogy merre építesz, mit építesz, te döntheted el, hogy a játék végén miért kapsz győzelmi pontot. Tehát ugye a különböző színű autópályák építőmérnökségeiből bekerülnek a vezérigazgatóságra a meeple-jeink, és ugye ott, hogy melyik sávon mennek fel, az fogja eldönteni, hogy miért kapunk a játék végén győzelmi pontot. Tehát, hogy miért kapunk bónuszokat, hogy milyen akciókat tudunk jobban csinálni. És ez a kis kártyás akció választás szerintem zseniális, mert hogy két plusz pakli van, egy fejlesztett és még fejlesztettebb, ami az adott akcióinkat tudjuk fejleszteni, de ugyanakkor a saját táblánkon is, ha fejlesztjük a dolgokat, abban is Tehát egy teljesen szabadfolyású játék, a téma az tény, autópályaépítés. Ugye van két mini kiegészítő a dobozba, az alapdobozba, ami szerintem abszolút dob még ez az élményen. Ugye alapjában véve négy fél árut szállíthatunk, vagy ötöt. Vegyi anyag, háztartási gép, autó,
gyógyszer, behoz egy ötödiket a bort, a másik modul meg behozza a személyautókat, hogy dugók vannak az autópályán. Tehát minél több város kötünk be, minél nőbb a forgalom, a teherautóink annál nehezebben tudnak haladni, tehát alapjában ez egy kicsit a realizmus növeli, a bor egy kicsit a változatosságot, de mindenre fel voltam készülve a játékkal kapcsolatban, csak arra nem, hogy ez egy teljesen szabad folyású játék, és abszolút kiélhetem azt, amit én amúgy nagyon szeretek a játékokban, hogy tényleg azt csinálok, amit akarok. Mert hogy nincs olyan, hogy rossz vagy jó stratégia vagy taktika, mert bármit csinálok, én döntöm el, hogy miért kapok győzelmi pontot. Tehát én bármelyik, nagyon sok játék azt mondja, hogy csinálj bármilyen stratégia, bármivel lehet győzelmi pontot. De a mechanizmusok ezt nem fedik le, hogy minden győzelmi pont ugyanannyit érhet. Az autóbán viszont tökéletesen lefedi, mert azt mondja, hogy tedd oda, és döntsd el, hogy miért kapsz. Tehát ha te rámész a benzinkút építésre, akkor rámehetsz arra a sávra, ami majd neked a játék végén a benzinkút építésért ad sok pontot. Tehát itt tényleg minden stratégia és minden taktika ugyanannyi patika mérlegen kimért, ugyanannyi latta esik a súlyba, és én erre abszolút nem voltam felkészülve, és engem nagyon meglepett. Annak ellenére, hogy itt is úgy éreztem, hogy mindenre fel vagyok készülve, nagyon-nagyon meglepett pozitív irányba az autóbán. Harmadik helyezettem. Egy olyan játék, amit tudom, hogy te nem nagyon kedvelsz, én viszont imádom, ez pedig a Crew, egy kooperatív játék, ami ugye alapvetően egy bot egyszerűségű ütős-üvös kártyajáték, ami ezt hozzácsaptak egy zseniális kooperatív elemet, ugye ez a közös feladat teljesítés. Nevezetesen, hogy mindenki kap egy vagy több feladatkártyát, ugye arról szól, hogy ilyen vagy olyan szint, általában arról szól, hogy ilyen vagy ilyen konkrét lapot kell az ütéseid során magaddal elvigyél. Én egyébként alapvetően nem nagyon kedvem a kooperatív játékokat. Ez volt az első olyan kóp játék, amiben viszont olyan szinten belevetettük magunkat, amikor megvettem, és elmentünk egy balatoni nyaralásra, négyesben, gyakorlatilag egy nyaralás játszottunk végig ezzel a játékot, beletoltunk, hát nem tudom, de több mint 20 órát szerintem ebbe az egy kis vacak kártyajátékba, pedig volt nálunk jó néhány másik játék is. Egy pár mehetet, ha beletolsz, hogy néhány kört játszol vele, akkor kinyílik a játéknak egy ilyen második dimenziója szerintem. Az első az, hogy ugye ott van a feladat, és akkor próbálod teljesíteni, úgy, ahogy segítesz a többieknek is, és hogy olyan feladatkártyát húzol, amit teljesíteni tudsz, de elég hamar átfordul abba, hogy úgy kell gondolkozz, hogy nem olyan feladatot húzol magadnak, amit teljesíteni tudsz, hanem amit a többiek a legkevésbé tudnak teljesíteni. Tehát azt húzom ki, amit ha a többiek húznának ki, akkor biztos elbuknánk. És egy ilyen, úgy megy át egy ilyen nagyon érdekes kooperatívvá a játék, hogy elsősorban azon dolgozol, hogy a többieket segíts, aztán majd a tiéd is megesz valahogy, és ez lesz igazándiból egy sikerre vezető út a játékban. Listán kívül tenném hozzá, hogy a Crew-nak a második része, a mélytengeri küldetés viszont óriási csalódás volt számomra. Amennyire szerettem ezt az első alapjátékot a Crew-nak, szerintem annyira könnyűre sikerült a második verzió, azt nagyon szerintem túl könnyűek a feladatok, a 40. 50. feladatokat is simán le tudjuk küzdeni, még a Crew-nál a középtájon már nagyon küzdöttünk feladatok teljesítésével, úgyhogy bár van második része is, vagy egy kvázi folytatása is a játéknak, mi az első verziót játsszuk azóta is rongyossá, és nagyon-nagyon szeretem ezt a rémegyszerű játékot, de nagyon jó, ezzel bárhova, bármikor le tudtok ültetni, hogyha találkozunk, játszunk egy pakli, vagy egy menet krút, nagyon szívesen bármikor be tudok szállni. Legközelebb, hogyha egy egész hétvégét társasozunk, az lesz az első, akkor kipróbáljuk. Nem rád beszélni akarom, Isten megy. De sikerült. Isten megy. Amilyen lelkesen, dicséret sikerült. Az én harmadik helyezett játékom egy nagyon érdekes játék, az én szempontomból, és kicsit visszakapcsolódik egy korábbi listához, amit Zolival együtt csináltunk, amikor arról beszéltünk, hogy mik azok a játékok, amiket pusztán a megjelenésük miatt. És én elmondtam, hogy nekem abszolút nem számít egy játéknál a megjelenés, se a társas játéknál, se a számítógépes játéknál, engem a játékélmény érdekel. És ez a játék, a harmadik helyezettem, az megjelent, hallottam róla, játszottak vele, eltelt egy-két év,
és egyszer csak szembesültem abban, hogy ez a játék hogy néz ki, és ez nem más, mint a Parks. Ugyanis láttam kitéve a netre az illusztrációkat, a Park kártyák, és egyszer megdöbbentem, és azt mondtam, hogy ezt a játékot ki kell próbálni. Utána néztem, de nem olyan mélységben, mint a többi játéknak. Tehát ez valamilyen szinten, ez az egyetlen, ami úgymond bemászott a küszöbet, de nem úgy, hogy teljesen vaktában kaptam valakitől, hanem én döntöttem úgy, hogy próbáljuk ki, és semmi elvárásom nem volt a játékkal kapcsolatban. Elképzelésem sem volt, hogy mit tud nyújtani, vagy egy nagyon komoly elképzelésem volt, ez egy baromi unalmas játék, ami semmi másról nem szól, mint hogy fényképezni kell, amit látunk. És aztán, amikor kipróbáltam, és ez a nagyon egyszerű, de nagyon elegáns nyersanyaggyűjtés, hogy csak lépkedünk végig az ösvényen, és kapjuk a nyersanyagokat, és hogy alapjában hogy nem csak a parkkártyák vannak ott, hanem a kantinok, meg a felszerelések, egyszerűen teljesen ledöbbentett ennek a játéknak a mélysége. És maga a megjelenése, hogy gyönyörű szép, de maga a doboz se egy nagy doboz. Tehát az ember nem gondolná, hogy ebben a dobozban egy ilyen játékélmény van bezárva, és ahhoz képest, hogy nekem valamiért az a fixa ide emlőtt le, hogy ez arról szól, hogy menni kell és fényképez, ahhoz képest csak egy akció a sok közül a fényképezés, abszolút nem erről szól, és egy nagyon elegáns, de nagyon nagy mélységgel és nagyon sok játékélményt nyújtó játék, és nekem ez egy-két évig teljesen elrepült a radar alatt. Én bekategorizáltam magamnak, hogy mi ez a játék, és hát nagyon sokszor, mióta megvettük, nagyon sokszor kerül elő, már a gyerekek is tudnak vele játszani, és nagyon sokszor kerül elő, és minden egyes alkalommal újra és újra meg tud lepni, hogy ebbe a viszonylag kis dobozba, ebbe a viszonylag fajék egyszerű mechanizmusba micsoda egy játékélmény van belepakolva. Úgyhogy engem nagyon-nagyon meg tudott szintén pozitív irányba lepni a Parks. A második helyezett játékról miatt mesélnék, szeretném azt elmondani nektek, hogy Lajos videóit, illetve azt a csatornát nagyon-nagyon régóta követem, sokkal korábban, mint hogy egyáltalán hogy társasjátékokkal elkezdtem volna foglalkozni, már mint így közösrendelések, meg ez a társasjáték világ ilyen módon beszippantott volna. És el is mondtam neki, amikor először találkoztunk személyesen, hogy nagyon érdekes, hogy nagyon közel áll az eurós játékokban az ízlésük egymáshoz, és egyébként rengeteg játékot Lajos videóiból tettem a magamévá, tehát hogy fölhívta rá figyelmemet, hogy ez tök jó játék, és beszereztem, és tényleg így volt. És volt egy játék, ami Lajosnak nagyon nagy kedvence, és állandóan szerepelt így a kedvenc játékainak az elején, vagy tudom, sokszor tudom, meg is tudom, melyik játék lesz ez. És az a játékot úgy hívják, hogy Jedó. nem néztem meg Zoli listáját. Amiről korábban halván fogalmam se volt, hogy mi ez. Nem ismertem az első kiadást, aztán úgy csöppentem ebbe a játékba bele, hogy ugye volt egy Kickstarter kampány, ami ezt a bizonyos Jedó Deluxe Master Boxot hozta létre. Én akkor szereztem be a saját példányomat is ebből a játékból, és tényleg egy csak szuperlatívos szóba tudok róla beszélni, tehát nagyon meglepett, hogy ez a játék így eddig elgurult az én figyelmem alatt, és hogy ilyen, tehát ilyen játékok léteznek, amik nagyon sokszor elmondta, lapozatok vissza szinte bármelyik ilyen listás, meg a kedvenc játékában nagyon sokat beszél róla, hogy mindent ötvöz, tehát a munkás elhelyezést, ezt a bidding mechanizmust, küldetések teljesítését. Egymásnak neki lehet esni a küldetésekben. Illetve most ugye ebbe az új Masterboxos kiadásban ugye cserélhetőek azok a küldetés kártyák, hogy lehet, ha akartuk PvP-zni, akkor PvP. Abszolút nem akartok, igen. Tehát mindenféle módon lehet úgy mondjam, skálázni, vagy a saját ízlésetekre szabni a játékot. És hát tényleg egy rendkívül összetett, nagyon jól összerakott, nagyon jól megépített, és egy tökéletes euró, úgyhogy azóta is sok szeretettel játszom a játékot. Tényleg nagyon jó, úgyhogy köszönöm Lajos ezt a tippet is. Egy dolog, amit amúgy mindig el szoktam mondani, a Jedó azért nem egy ismert játék, mert amikor megjelent két hónap előtt jelent meg a Lords of Waterdeep és az amerikai piacot, mivel hogy az AD&D világban játszódik, abszolút azt tarolta le. Tehát ha nem jelenik meg a Lords of Waterdeep,
akkor szerintem a Jedó sokkal egy ismertebb játék lenne, de ettől még ugyanolyan jó játék, szerintem jobb, mint a Lords of Waterdeep. Az én második helyezett játékom egy nagyon hype-olt, az elmúlt éveknek az egyik nagyon hype-olt játéka volt. Egy euró, de azért legyenek benne figurák, nézzen ki szépen, és az egész egy munkás elhelyezős játék, és vagy nagyon szuper, és összesen négy munkás elhelyezős, négy hely van, ahol rakhatjuk a munkát. Jó, hát hagyjuk, tehát én a Feast for Odin a 66 darab munkás elhelyezés helye már egy kicsit sok nekem, de a négy az édes kevés, és én ezt abszolút féltettem, ezt a játékot, és ez a játék nem más, mint a Végtelen tél. És aztán egyszer csak úgy döntöttem, hogy annyira beszélnek, még mindig olyan sokan beszélnek erről a játékról, ki kéne próbálni, és ha eleganciáról és letisztultságról lehet beszélni itt bármilyen játék kapcsán, ez a négy darab, összesen négy darab munkáshelyezési hely, valójában persze nem négy darab munkáshelyezési hely, négy darab, igazán négy kör, amit lejátsz, eldönthetjük, hogy melyik körünkben mit játszunk, melyik kört játszunk, melyik akciót játszunk, és egy nagyon összetett, nagyon hangulatos játékot hoz létre, amin van egy kis főtábla, van egy kis vadászat, van egy kis letelepülés a térképen, van egy kis megalit építés, van egy kis törzs létrehozás, van egy kis temetkezés, tehát egyszerűen zseniális, amit ez a játék, abszolút szubjektíve nekem abból kihozott, hogy de hát álljon meg a menet, négy akcióhely van, tehát mit akarunk, mit lehetett a játéktól várni. Zseniálisan jó. És számomra abszolút megdöbbentő volt, hogy kijött egy kiegészítő, és úgy voltam, hogy több akció lesz. De nem az, hogy rossz volt a játék, élvezem a játékot, de biztos azért elgondolkoztak a szerzők is azon, hogy több akció, nem pluszkártyák lesznek. Nagyon jó, akkor nem négy fajta törzstagot lehet, és nem, cserélj, dob ki, tehát vedd ki az előzőt, és rakd be a négy újat, tehát ugyanannyit nyújtunk, ugyanazt a mechanizmust, ugyanazt a letisztult egyszerű mechanizmust, és nagyon, nagyon jó, egy nagyon jó játék. Én nagyon szeretem a munkás elhelyezős játékokat, nagyon szeretem a klasszikus munkás elhelyezős játékokat is, de valahogy nekem ez az új, kicsit továbbfejlesztett munkás elhelyezős játékoknak egy nagyon jó példája a Végtelen tél, ami egy nagyon érdekes dolgot kezdve az egész dolggal, hogy nem kell nagyon sok hely. Ha azokkal a helyekkel is, ugye a kártyákkal összekombinálva akciózunk, akkor nagyon sok lehetőségünk van. És ugye nagyon sok nagy divat lett most ez a munkáshelyezős és pakliépítős játék, mint a Düne Imperium, az Arnak, és megmondom őszintén, szeretem mind a két mechanizmust, de szerintem nem tudta, például ez a két játék, annak ellenére, hogy szeretem őket, nem tudta olyan jól összehozni ezt a dolgot, mint a Végtelen tél, ahol azt mondja, hogy nem az van, hogy vagy kártyát játszol, vagy akciózol, és a kártyáiddal tudod segíteni az akciódat. Tehát nincs az, hogy most kártyát játszok, és akkor ez egy teljesen külön mechanizmus, mint az, hogy munkást játszok. Nem, munkást játszunk, és a kártyával meg tudjuk ezt az akciónkat segíteni különböző módokon. És amennyire eleinte azt hittem, hogy ez a négy akció nagyon kevés, és ebből nem lehet egy jó játékot kihozni, rá kellett jöjjek, és egy nagyon nagy pozitív csalódás volt, nagyon jó, nagyon okosan, nagyon ügyesen összerakott játék. Olyan dolgokat rak össze, amik nem újdonságok, amiket nagyon sok játékban láthattunk már, de nagyon profin ügyesen lett összerakva szerintem. Úgyhogy az én listám a második helyezett, mint nagy, nagy pozitív megjelenés, meglepetés a Végtelen tél. Nem beszéltük össze egyébként Lajossal, nekem a Végtelen térről egy olyan emlék ugrik be, hogy annak idején szerettem volna hozni ezt a játékot, de érdekes módon ez volt az a kiadó, akivel valahogy sikerült rettentő módon összevesznem a kampány során. Fura volt a viszonteladókhoz való hozzáállása, úgyhogy végig ebből játék vannak, én nem is hoztam, nem is tudtam hozni. Én magam kise próbáltam adóta se, úgyhogy csak hallgatom, hogy ezek szerint mennyire jó. Ha bízunk a forgatásra, akkor megvan, hogy mit pakolunk fel. Kicsit nekem bennem van ez a tartás, bár egyébként azóta a kiadónak a vezérkara megváltozott, tehát például az új játékaikkal kapcsolatosan már sokkal jobb a hozzáállásuk, de ott eleinte kicsit döcögösen indult, fogalmazunk. Úgy, amúgy ez volt az első játék ennek a kiadónak. Igen. No. Mi az első helyezetted?
Az első helyettem egy nagyon régi, ez is egy nagyon régi játék, több mint 10 éves. Cseh Games kiadó játéka, ezen belül is Vadak Vatil. Szerintem legjobban sikerült játéka. Egy játék a játékban, nem más, mint a Dungeon Lord, ahol is ebben a játékban nekem az lepett meg, amikor kibontottam és játszottuk, hogy először is úgy kezdődik a szabályfüzet, aki ismeri a játékot, azt tudja, hogy azt a harcmechanizmus tanítja meg a játékosoknak, ami majd a játék közepétől lesz aktuális. Ugye maga a játék arról szól, hogy egy Dungeon Lord vagyunk, aki ezeket a kazamatákat ássa ki, szörnyeket telepít, csapdákat telepít, és várja a kalandolokat, hogy már jönnek a hülye kalandolok, és akkor a mindenféle kincsekért, meg egyebekért föltudják a kazamatát, és tönkreteszik a szépen megépített alagútjaimat, csapdáimat, egyebeket. A játék alapvetően két részből áll, mert eleinte az játék első részében ezeket a szörnyeket tudjátok megvásárolni, csapdákat tudjátok megvásárolni, meg ezekhez szükséges alkatrészeket, nyersanyagokat szerezzük be. És aztán miután lement három kör és összegyűlt három kalandor a kazamata bejáratánál, és kezdődik ugye a kalandoroknak a kazamata felfedezése, akkor indul el a játéknak a második szakasza, ez a csata, illetve hát ez a kalandorokkal van a küzdelem, ami egy teljesen más játékmechanizmust követ. Tehát tulajdonképpen, ahogy mondtam, a játék a játékban, mert a két résznek egymáshoz olyan, hogy semmi köze, teljesen más szabályokkal operál, másképp kell játszani a játékban. A játék is ezt a csatát, ezt a kalandorok legyőzését tanítja meg legelőször a játékkal való ismerkedés során, és aztán veszi elő, hogy akkor igazándiból mi is mit is kell csinálni ahhoz, hogy ezek az imént említett szörnyek és csapdák a rendelkezésetekre álljon. Tehát egy nagyon, nagyon érdekes kétrétű játék, és magában, amikor ezeket a szörnyeket, csapdákat vásárolod is, már előre le kell jelzni a csatáidat, hogy akkor ezt oda fogom telepíteni, majd amikor ez a kalandor ide fog lépni, akkor majd őt fogom vele legyőzni, vagy nem tudom én. Tehát, hogy a építkezés során is igazándiból már arra a leendő csatára készülsz, és úgy veszed meg ezeket a dolgokat, hogy a csata majd a lehető legjobban zajlódjon le, vagy történjen meg. Amit szeretném külön kiemelni, és ez egyszerűen szerintem játékokban olyan szinten egyedülálló, hogy én nem találkoztam azóta sem ezzel, hogy a szabálykönyve az annyira jó, olyan humoros, hogy szerintem ezt a játékot, a szabálykönyvét is érdemes megvásárolni. Ha nem játszol a játékot, csak a szabálykönyvvel röhögsz, már csak azért is érdemes megvenni, ugyanis ami elképesztő humorral csinálta meg Kvatila a szabálykönyvet, ugye leírja magát a szabályt, és olyan pici kis ilyen flavor textben fölé ír valamiféle ilyen magyarázatot, vagy ilyen kis kommenteket, megjegyzéseket, ami egyrészt rendkívül humoros, másrészt iszonyatos tematikus környezetben helyező játékot. Például van egy olyan rész a játékban, a élelmiszer vásárlása, első játékosnak egy darabba kerül, kapja, nem tudom én, két élelmiszert, második játékosnak már egy gonoszság adag, tehát egy lejjebb megy a gonoszság jelző ahhoz, hogy élelmiszer szerez, és hogy a harmadik játékosnak ide tesz, annak azt hiszem két gonoszságot kell fizetnie, és kap két élelmiszert, meg egy pénzt. És azt a játék úgy magyarázza meg, vagy hát ez a kis humoros rész, hogy ugye a parasztok szívesen adnak pénzért a megtermelt nyersanyagból, de a második játékosnak már nem annyira, mert nekik is kéne kaja, meg különben éhezni fognak télen, ezért ugye rájuk kell ijeszteni, hogy adjanak valamit, és akkor adnak. A harmadik játékosnak meg aztán végét nem akarnak adni, mert nekik aztán semmi nem fog maradni, ezért kifejezetten komoly, kemény gonoszságra van szükség ahhoz, hogy a parasztokból sikerüljön élelmiszert kinyerni, ezért hanalkomok elmenekülnek, ott hagyják a két kaját, és még azt a pénzt is, amit az első játékos fizetett nekik, és ezért kap a harmadik játékos még egy aranyat. Tehát megmagyarázott tulajdonképpen a szabály egy ilyen nagyon humoros és rettentő stílszerű, tematikus szövegezésre, hogy miért pont ezt kapod, ennél meg amannál, még egy eurójátéknál egyébként nem kérdeznénk meg, tehát ez van, de ezt mindegyiket megmagyarázza, hogy már pedig azért van, és egy ilyen hihetetlen humoros tematikus környezet teremt mellé, szerintem zseniális, én még ilyen társasjátékban nem láttam, illetve láttam, mert a Quatilnak a többi játéka is ilyen, a Galaxis Honcsebbinél ugyanez van egyébként, hogy a
az összes ilyen szabályt egy ilyen humoros feltétel magyarázza elé. Jó. Az én első helyezettem egy kicsit, lehet, hogy neked is meglepetés lesz. Ez egy olyan játék, amiről talán akik ismernek engem, nehezen hinnék el, hogy meg tudott engem lepni. Erről a játékról mindent tudtam, pontosan tudtam, mindennel tisztában voltam, és egy kicsit úgy álltam bele, mint a már említett játékokkal, hogy van benne egy olyan mechanizmus, van benne egy olyan dolog, amit bárhogy olvasol az ember meg, bárhogy látja a videókat, nem fogod tapasztalni addig, amíg ki nem próbálod, és ez a meglepetés amúgy, ez a meglepetés egy nagyon hosszú távú meglepetés, tehát ebben a játékon nagyon sokat játszottam, talán abszolút ott van a top 5-ben, vagy top 10-ben azok közt a játékok közt, amivel az életemben a legtöbbet játszottam, és ez a Viticulture. És a Viticulture-rel kapcsolatban nehéz elhinni talán, hogy bármi meglepő van benne, de a Grand Devourker, amit Jamie Stegmaier azóta is nagyon sokszor mondott, hogy nyugodtan bármelyik társasjáték tervező használja ezt a mechanizmust, próbáljátok ki, egy nagyon egyszerű ötlet, egy nagyon klasszikus munkás elhelyezés, egy helyre egyszerre csak egy munkás lehet. És van a családunkban egy darab Grand Devourker, aki ezt a szabályt írja felül. Mehetünk olyan helyre is egy munkás elhelyezős játékba, ami már foglalt. És ez a gyakorlatban, főleg olyanoknak, akik sok munkás elhelyezős játékkal játszanak és szeretik a munkást, egy hatalmas nagy meglepetés, hogy egy milyen egyszerű ötlet, és milyen szinten egy egyedi ízt ad a játéknak. És ezen kívül egy dolog van még dolog, ami számomra meglepetés volt a Viticulture-ben, annak ellenére, hogy nagyon jól ismertem, mielőtt beszéltem is, hogy tematikusan az akciókat évszakokhoz rendeli. Tehát nem az, hogy évszakok vannak, nagyon sok játékban vannak évszakok, de hogy az akciókat a játék tematikája alapján csatolja az évszakokhoz. Tehát nincs olyan, hogy bármelyik évszakban szüretelünk, szüretelni ősszel fogunk. Nincs olyan, hogy bármelyik évszakban ültetni fogunk, ültetni tavasszal fogunk. És ezek mind olyan triviálisnak hangzanak, de amikor az ember leül játszani a Viticulture-rel, főleg a Toszkának kiegészítővel, ez a két dolog. Olyan, tehát engem mai napig, ahányszor leülünk játszani a Viticulture-rel, meg tud lepni az, hogy ez a Grand Devourker egy milyen egyszerű, de mennyire zseniális ötlet. Tehát ha van kőbevésett alapszabálya egy munkás elhelyezős játéknak, az az, hogy egy helyre egy munkás mehet. Ez a sava borsa, ezért kell taktikáznunk, hogy a másik, a többi játékos mit fog lefoglalni, akkor mi marad nekem. Alapjában éve az összes játék, ami minden munkás elhelyezős játékban erre épül, hogy ha ő oda tett, te nem tehetsz oda. És akkor behozza azt a mechanizmust, kivéve a Grand Devourker-ed, aki bárhova mehet. És ez egyrészt egy nagyon nagy könnyedséget, nincs az a játékban, hogy akkor se fogom tudni ebbe a körbe azt csinálni, mint akarok, de tudni fogom. Nem mindent, mert csak egy, tehát lehet akár 6 sima családtagom is, 5, mert Grand Devourker plusz, de csak a Grand Devourker tudja ezt. Tehát nem azt jelenti, hogy mindenki mehet mindenhova, még mindig súlya van ennek a dolognak, de ott van az a lehetőség, hogy nem görcsölöm halálra magam, és nem kapok agyvérzést attól, már pedig ebben a körben nekem muszáj lett volna azt csinálni, és nem tudom. Nem ezen fog múlni. Megvan, ez is egy nagyon nagy élmény, és ezt is szeretem a szintiszta eredeti munkás helyezős játékokat, már pedig ha valaki oda ment, más nem ment oda. De ez az élmény valami felüdítő, hogy igen, az összes többi munkásra vonatkozik az alapszabály, hogy nem ment oda, ahol a többiek vannak, vagy ahol már nincs szabad hely. A Grand Devourker viszont bármikor, bárhol mehet, és ahhoz képest, hogy mennyire ismertem ezt a játékot, mielőtt megvettem. Sehol nem volt még, szerintem a kocka el van vetve, tehát semmi ilyesmi. És mégis a mai napig, ahányszor leülök játszani, meg tud lepni a Viticulture-val, hogy úristen, de jó ez a mechanizmus, hogy itt van. Tehát teljesen más élmény. Emiatt szerintem valahol a Viticulture sikerének nem a téma a titka, mert nem az az egyetlen borkészítő játék, hanem a mechanizmusok. Hogy vannak olyan játékok, Vidállászert, a Vinyos, ami aztán nagyon reális és nagyon komplex és nehéz, a Viticulture egy teljesen más irányba indul el. Adok neked egy plusz könnyebbséget a tipikus munkás elhelyezős játékokhoz képest, és szerintem ez abszolút hozzátartozik a varázsához,
és én tényleg elég sokat játszottam el a játékkal, és még mindig minden egyes alkalommal ez pozitívan meg tud lepni, hogy ott a Grand Worker, és amit akarok, egy dolgot mindenképp egy évben, ugye, tehát ugye egy évben, nem egy évszakban, de egy évben egy akciót, bármennyire is foglalt is, biztos, hogy meg fogok tudni csinálni. És számomra ez annak ellenére, hogy mennyire, tehát azért ez lett az első listámom, mert minden, tehát erről tényleg amit lehetett tudtam, és ennek ellenére képes volt egy nagyon apró dologgal hatalmas nagy pozitív meglepetést okozni. Úgyhogy ez lett volna az én és az Oli öt olyan játék, ami nagyon nagy meglepetést okozott nekünk. Nagyon szépen köszönjük a mai figyelmeteket. Küldjétek el itt a videót nyugodtan megjegyzésbe, hogy mik voltak azok a játékok, nyugodtan pozitív-negatív irányba, amik titeket nagyon megleptek, hogy úgy éreztétek, hogy mindent tudtatok róla, ez a játék aztán abszolút az lesz, amire számítottatok, és ennek ellenére meg tudott lepni titeket. Nagyon szépen köszönjük a mai figyelmet. Dudás Lajos vagyok. Kánai Zoli vagyok. A kocka el van vetve. Üdvözlünk titeket. Sziasztok. Sziasztok.